A Római Köztársaság egy polisznak, egy városállamnak az irányítási rendszereként jött létre Krisztus előtt 510-ben. Amíg Róma egy kis területre szorítkozó állam volt, Itália közepén, addig ez a köztársaság jól tudott működni. Akkor azonban, amikor Róma elkezdte kiterjeszteni a fennhatóságát először Itáliára, majd később az egész földközi tenger medencéjére, ezek a köztársasági keretek egyre szűkösebbnek bizonyultak, és mindez oda vezetett, hogy a köztársaság válságba került, és ennek hatására belháborúk, úgynevezett polgárháborúk kezdődtek. Erről fogunk most beszélni. Róma tehát a földközi tenger urává vált. A térkép, amit itt láttok, ez a második pun háború után ábrázolja Róma hatalmát, kb. Krisztus előtt 200-ban járunk. Tehát láthatjuk, hogy Hispánia, Korzika és Szardénia, valamint Kartágó, valamint Szicília, illetve természetesen egész Itália Róma fennhatósága alatt van. Ugyanakkor a földközi tenger keleti medencéje ekkor még a makedonok leszármazottainak az uralma alatt vannak. Ha száz évvel később nézzük meg ugyanezt a térképet, akkor az látható, hogy sokkal-sokkal nagyobb területre terjesztette ki a hatalmát Róma, számos új provincia született, és most már majdnem a földközi tenger teljes medencéje az övék. Kik voltak ezeknek a hódításoknak a haszonélvezői? Mindenek előtt a konzulokat tekinthetjük haszonélvezőknek. Ezen a képen egy római konzul látható, aki lovas harci szekéren érkezik. A konzuli tisztséget jelképező fehér tógában, illetve a bíbor szegélyes, bíbor szegélyű fehér tógában jelenik meg Róma lakossága előtt. Ez a bíbor szegélyes tóga volt a konzuloknak az egyik jelképe. A másik jelképük pedig a 12 liktor, aki előttük vonult. Ezek a személyek, a liktorok, akik a kezükben a veszőnyalábot és a veszőnyalába tűzött bárdot tartják. Ez a jelkép, ez az úgynevezett fasces latinul, ez a főhatalomnak, az impériumnak volt a jelképe. A főhatalom arra vonatkozott, hogy ennek a viselője arra az évre, amíg őt megválasztották, arra az évre minden fölött büntetés, sőt élet és halál fölötti hatalommal rendelkezett, és az élet és halál fölötti hatalmat jelképezte a bárd, a büntetés jelképezte a veszőnyaláb. Szóval ez a 12 liktor kellett, hogy hivatalos megjelenésekor a konzul előtt vonuljon, és jelképezze azt, hogy ő most itt érkezik. De miért is haszonélvezője a konzul a hódításnak? Nem az egyéves hivatali idő miatt. Ugyanis ezért a hivatali időben töltött, vagy ez, ezért a hivatali évért nem járt fizetés a konzulnak. Nem véletlen egyébként, hogy a konzulok nagyon gazdag patricius családokból származtak, hiszen egyrészt a választásuk is pénzbe került, a választási hadjáratuk is pénzbe került, másrészt azt az egy évet, amíg őt ezt a, ők ezt a tisztséget töltötték, azt nem, az alatt ők nem kaphattak fizetést. Viszont, ami miatt megérte konzulnak lenni, az az utána következő egy év volt, ugyanis amikor a konzulnak lejárt a hivatali ideje Rómában, az volt a szokás, hogy valamelyik provinciába a szenátus őt elküldte, és ott egy évig prokonzul volt. Viszont ez a prokonzuli tisztség, ez azzal járt, hogy ő volt az adószedő abban a provinciában, és ő vezette a hadsereget, ő neki kellett védenie azt a tartományt, illetve esetleg újabbakat megódítani. És az adószedés, valamint a háborúskodás, az hatalmas bevételekkel járt, és ez azt eredményezte, hogy a konzulok nagyon-nagyon-nagyon meg tudtak gazdagodni a prokonzuli tisztségben eltöltött évből. Tehát nem azért érte meg konzulnak lenni, mert Rómát jó volt vezetni egy évig, hanem az utána következő év volt igazából az izgalmas számukra. Haszonélvezői voltak a hódításoknak a földbirtokosok is. A földbirtokosok azok a személyek, akik túlnyomó részt a patriciusok közül kerültek ki, és a meghódított területeken földet kaptak, vagy vásároltak. Ha valaki földbirtokot kapott egy egy provinciában, az valószínűleg azért lehetett, mert vagy például katonatiszt volt, aki ott azon a, annak a területnek a meghódításában részt vett, vagy esetleg ő volt a... A prokonzul, aki meghódította azt a területet, de vásárolni is lehetett a provinciákban újabb földbirtokokat. Ez azért volt izgalmas, mert Itáliában ekkorra már elfogytak a szabad földbirtokok. Tehát nem volt lehetőség arra, hogy valaki növelje a birtokainak a méretét vagy számát, ezért elsődleges célja az volt a földbirtokosoknak, hogy újabb és újabb hódításai legyenek a, a birodalomnak. Hogy ott földbirtokra tehessenek szert. És ami miatt nagyon jó volt a földbirtokosoknak a hódítás, az az óriási mennyiségű rabszolga begyűjtése, megszerzése volt, hiszen a rabszolgák ingyen munkaerőt jelentettek a földek megművelésére. Ugye azt tudjuk, hogy önmagában egy földbirtok nem ér semmit, az csak akkor ér valamit, hogyha a földbétokot valaki megműveli, és a művelés eredményeként ott valamit terményt megtermelnek, és azt a terményt, például búzát, vagy szőlőt, vagy olajbogyót, vagy bármit, azt el lehet adni. Kik voltak még a hódítások haszonélvezői? Természetesen a hódító csapatoknak, a légióknak, a hadvezérei. A hadvezérek a győztes hadjáratok után birtokot kaptak, és óriási hadizsákmányban részesültek. És ők kapták meg nagyon gyakran a prokonzuli tisztséget. Láthatjuk, hogy a római birodalomnak sok-sok-sok provinciája lett már a Krisztus előtti második, II., harmadik században is, tehát nem volt elég az a két konzul, akik prokonzuli tisztséget kaptak, hiszen 30-40 provincia is volt a birodalomban. Tehát sok-sok tisztségviselőnek jutott ilyen prokonzuli tisztség, és többek között a hadvezérek voltak azok, akik ezt a tisztséget megszerezhették, és így további bevételekre tehettek szert. Egy kicsit álljunk már még meg a hadizsákmány kérdésénél. A háborúk azok nagyon erőszakos és véres dolgok. De a háborúkba a katonákat valamilyen módon, valamilyen célért oda kell csábítani. Az egyik cél, ami miatt egy katona elmegy háborúzni, az az, hogy az államának ezzel szolgálatot tesz. Egy római plebejusnak, egy római földművesnek, egy parasztembernek alapvető kötelezettsége volt az, hogy harcoljon a háborúban. Bármelyik háborúban, ami Róma, amit Róma viselt az ellenségeivel. Ha valaki nem ment, egy, nem ment el katonának, az óriási szégyennek számított, de igazából nem is volt erre nagyon példa, tehát a római plebejusok Születésüktől fogva arra voltak nevelve, hogy nekik katonáskodniuk kell. Igen, ám, de hát valamilyen módon érdekelté is kell tenni a katonákat abban, hogy ők menjenek és harcoljanak. És ez a hadizsákmány volt. Egy háborúban, hogyha valaki legyőzte az ellenfelét, akkor elvehette az ellenfelének a fegyverzetét, elvehette az ellenfelének az övére tűzött pénzes zacskóját. Tehát gyakorlatilag nem csak az állam az ellenséges állammal, hanem a katona az ellenséges katonával is egyformán bánt, vagyis elvette tőle azt, amilyen volt. Kikből lettek tehát a katonák? Kikből lettek a légionáriusok? Itt látható egy római katonának a képe, és ezen a képen talán egy kicsit jobban látható a fegyverzete. Tehát egy római katonának a fegyverzete állt egyrészt a páncélzatából, gyakran lábszárvédőjük is volt egyébként, a pajzsból, ami fából készült, de különböző helyeken bronzzal meg volt erősítve, a sisakból, különböző vágó és szúró fegyverekből, természetesen kulacs és tarisznya is járt hozzá, egy nagyon fontos fegyvere volt a hajítódárda, ami úgy volt kiképezve, hogy még a páncélt is átüsse, illetve egy rövid kard az oldalán. Tehát ez, ez volt egy katonának a felszerelése, de egy ilyen katonai felszerelés az nem kevés pénzbe került, és ezt a felszerelést minden egyes paraszt katonának saját magának kellett biztosítani. Tehát nem az állam, nem a római állam, adta nekik a felszerelést, hanem amikor hadba hívták ezeket a katonákat, akkor saját maguknak kellett megvásárolni, illetve karbantartaniuk ezeket a fegyvereket. És ezek természetesen sokba kerültek. A katonák tehát a kisbirtokos parasztság köréből kerültek ki, az ő kötelezettségük, az ő feladatuk volt a katonáskodás. Vagyis a katonák a plebejusok közül kerültek ki, a katonatisztek pedig a patriciusok közül. Tehát Róma hadserege katonákból állt. Na most egy paraszt, az földet művel elsősorban. Másodszorban pedig a római paraszt katonáskodik. Igen ám, de a földművelés az egy egész embert és egész évet igénybe vevő foglalatosság. Tehát tavasztól késő őszig van munka a földeken. A vetés, az aratás, a termény betakarítása, a föld felkészítése a következő évre, ez mind munkaerőt igényel. Viszont, hogyha a katonáknak egyre többször, egyre hosszabb időre el kell menniük háborúzni, ez azt eredményezte, hogy nem tudták a saját földjüket megművelni. Minden évben egyre több hónapig kellett a, a katonáknak a katonáskodással foglalkozni, és felmerült a kérdés, hogy amíg ő harcol, addig ki fogja megművelni a földét. Úgyhogy kénytelenek voltak a paraszt katonák vagy rabszolgákat vásárolni, akik megművelik a földet miközben ők katonáskodnak, vagy bérmunkásokat alkalmazni, tehát fizetett alkalmazottakat, akik elvégzik a munkát helyettük a saját birtokukon. Viszont mindez pénzbe került, és amint mondtam, a fegyverzet is sok pénzbe került a katonák számára. Ebből következően nagyon sok ilyen parasztembernek hiteleket kellett fölvennie, hogy egyáltalán el tudjon menni katonának. Tehát az volt a kötelezettsége, hogy katonáskodjon, de az állam ehhez nem adott pénzt, ezért kénytelen volt hitelt fölvenni, ugyanis ő birtokkal rendelkezett, és a birtokosnak az a kötelezettsége, hogy menjen katonának. Ha nem tud menni katonának, akkor el kell adni a birtokát. Ezt meg nem akarta, mert akkor meg a megélhetése, az egész családnak a megélhetése vált volna a kérdésessé. Tehát az a probléma keletkezett, hogy egyre több volt, gond volt az utánpótlással. Egyre kevésbé volt katona, hiszen a parasztok eladósodtak, elszegényedtek, elvesztették a birtokukat, mert például eladták egy nagybirtokosnak, és abban a pillanatban, hogy egy paraszt katonának már nincs birtoka, nincs földbirtoka, onnantól kezdve nem köteles katonáskodni. Vagyis nincs elég katona a Római Birodalomban, pedig a birodalom egyre nagyobb, és az egyre nagyobb birodalom megtartásához, illetve az egyre nagyobb birodalom növeléséhez egyre több katonára lett volna szükség. Ehhez képest pedig egyre kevesebb volt. Tehát ez láthatóan egy alapvető gondot jelentett a birodalom fenntartásában. Ekkor született egy nagyon tehetséges politikus hadvezérnek, Máriusnak a hadsereg reformja. Máriusz hétszer volt konzul, ami önmagában is egyedülálló a római történelemben, hiszen egy konzul, egy személy egy évig viselhette a konzuli tisztséget, és utána többször már nem is indulhatott, vagy legalábbis nem volt szokás indulni a konzuli tisztséget. Ehhez képest Máriusz összesen hétszer volt Róma konzulja, ami már mutatja, hogy a köztársaság szokásai kezdtek erre az időre megkopni, és a józanész, a, a, tehetséges hadvezér, tehetséges politikus iránti igény akkora volt, hogy eltekintettek ezektől az évszázados szokásoktól. Szóval Caius Marius, aki Krisztus előtt 157 és Krisztus előtt 86 között élt, hétszer volt konzul, és egy hadsereg megújítási programba kezdett, egy hadsereg reformba kezdett. A reformnak a kiindulása az volt, hogy Numidiában numidiaiak megtámadták az egyik római provinciát, és éveken keresztül nem sikerült a kis Numidiát legyőzni a rómaiaknak. És Máriusz rájött arra, hogy ez mind azért van, mert a paraszt katonák azok egyre kevesebben vannak, és ez az egész hagyományos hadseregrendszer nem teszi érdekelté a római parasztokat abban, hogy túlságosan sokat háborúzzanak, mert azt tapasztalták, hogy ők ebből nem nyernek semmit, csak vesztenek, és igazából csak a hadvezérek és a hadsereg irányítói fognak meggazdagodni a háborúból. Tehát valami olyan dolgot kellett kitalálnia Máriusnak, amivel érdekelté tudja tenni a római embereket abban, hogy katonáskodjanak, és lehetőség szerint nagy hatékonysággal viseljenek hadat. Úgyhogy kitalálta azt, hogy a katonai sorozásnál ezentúl nem számít a vagyon. Tehát nem az lesz katona, akinek földbirtoka van, hanem bárki, aki római polgár, akár nincs telen is, lehet katona, és ettől kezdve zsoldot fog kapni azért a tevékenységért, hogy ő katonáskodik. A zsold az a katonának a fizetése, a katonának a díja. És a fegyverzetét is, a páncélt, és mindent, amit felsoroltam, ezt az államtól kap ettől kezdve egy katona. Tehát nem a földbirtokosnak kell megvenni a saját pénzéből, saját vagyonából a fegyverzetet és nem saját magának kell például a, a bérmunkásról, rabszolgáról gondoskodnia, hanem az állam fogja fizetni ettől kezdve a katonát, és az állam fogja felfegyverezni, viszont cserébe elvárja a római állam, hogy 16 éven keresztül katonáskodjon az illető, és cserébe ígéri az állam, hogy a leszeredés után földbirtokot fog kapni. A leszerelés utáni állapotot úgy nevezték a római katonáknak, hogy veteránok. Tehát úgy kell elképzelni, hogy általában egy 17-18 éves fiú, ha szeretett volna, elment katonának, és kb. 32-33 éves koráig katonáskodott, és utána leszerelt, földet kapott veteránként, földbirtokot, és családot alapíthatott. Hát 33 évesen még nem volt idős ember, viszont már világot látott és tapasztalt személyek voltak ezek. Kinek volt jó a zsoldos hadsereg? Jó volt egyrészt a római államnak, jó volt a parasztoknak, jó volt a városi nincsteleneknek, és jó volt a hadvezéreknek is. Miért? A római államnak azért, mert mindig volt elég katona, a parasztoknak jó volt, mert csak akkor kellett katonáskodniuk, hogyha akartak, de ha akartak, akkor természetesen lehetett belőlük is katona. Jó volt a városi nincsteleneknek, mert biztos megélhetést számított vagy jelentett számukra a katonáskodás, hiszen zsoldot kaptak, sőt veteránként földbirtokot. És jó, jó volt a hadvezéreknek, mert egy jól kiképzett, profi hadsereget kaptak, hiszen egy olyan hadsereg, amelyeknek tagjai nem csak időről időre, hanem 16 éven keresztül folyamatosan szolgálnak, azok ki vannak képezve. Azok pontosan ismerik a parancsokat, és pontosan ismerik a parancsnokukat. Viszont ez az állapot, hogy egy ilyen jól kiképzett profi hadsereg volt, amelyik nagyon-nagyon kötődött a, a parancsnokához, ez azt eredményezte, hogy ez a hadsereg, ez az újfajta római hadsereg már inkább a hadvezérhez hű, és nem pedig a római államhoz. És ez lesz az a probléma, ami majd elvezet a polgárháborúhoz, hiszen egy hadvezér, akinek az érdekei esetleg szemben állnak a római állam érdekeivel, az a rábízott hadsereget innentől kezdve felhasználhatja arra, hogy saját érdekeit érvényesítse. Tehát láthatjuk, hogy a római államnak sikerült megoldani a, megoldania egy problémát, méghozzá az egyre fogyó katonaságnak a kérdését, ugyanakkor ennek a problémának a megoldása generált egy újabbat, mi szerint a római légiók már inkább a hadvezérhez hülyek, és nem pedig az államhoz.